Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával készül. Készült. A vendég Hámori Luca. Tegeződünk, magázódunk. Ez most erre az alkalomra vonatkozik. Mi nem ismerjük egymást, tehát ha kapok felhatalmazást, azzal fogok élni. Természetesen tegeződhetünk. Boxoló vagy ökölvívó? Ökölvívó. Ökölvívó. Oka? család, családból kiindulva, egy, egy küzdősportoló családból származom, tehát édesapám birkozó, illetve a, bátyám szintén boxoló volt, már visszavonult. De miért de... ökölvívó és miért nem boxoló? Igazából te jobban tetszik ez a hivatalosabb, ez a megnevezés. De ott tartottunk, hogy édesapád? Édesapám birkozó, a testvérem pedig szintén akkor ökölvívó, ökölvívó, volt, most már visszavonult, de ő is, tehát igazából miatta kezdtem el ezt az egész sportot Két Kettő, igen, kettő vagyunk. Apa meddig vitte? Magyar bajnokságot nyert még most veterán kategóriában is két évvel ezelőtt, illetve most... Ez én. milyen szemét kifejezés, nem? Tehát ez a veterán, ez olyan... Hát sajnos így a sportban már ilyen El megnevezések lesz. vannak. Én is veterán vagyok, más És Hát így a sportban ez a megnevezési akkorosztálynak. És amikor korábban? akkor is inkább ez a, csak ez a nemzet, vagy se, nem nemzetközi szinten, csak itt van Magyarországon, de most készül így a veterán világbajnokságra, ha minden igaz, és jó, minden jól sikerül, minden sérülés elkerül, akkor, akkor remélhetőleg ott lesz. Sabátyed? Ő most visszavonult már két évvel ezelőtt, most már családalapításon. De neki tekintélyes listája van sport, sport Igen, azért ő is, tehát nem is tudom pontosan, tehát nem szeretnék butaságot mondani, de tíz fölött van az, hogy hányszoros magyar bajnok felnőtt kategóriában, illetve szintén korosztályos kategóriában, vagy hát a fiatalabb korosztályban is, illetve világbajnok volt, egyetemi világbajnokságot nyert, Európa bajnok volt juniorba, tehát neki azért van bőven mit felmutatnia. Banya? Anya, ő kimarad egy kicsit ebből a, ebből a sportvonalból. Ő, ő megmaradt így otthon, ő neki megmaradt az anya szerep, inkább mondanám így. Végig veszem az adatokat. Azt mondja, hogy a te életkorodban még lesz, szabad rákérdezni, hogy hány éves vagy, de te 22, <laughs> 22, éves, 22 éves vagy, és márciusban születtél. Így van. Szombathelyen. Így van. Most kőszegen élsz. Igen. Messzire nem mentél. <laughs> nem. Illetve lehetséges, hogy akkor is kőszegen éltek a szüleid, csak szombathelyen lehetett szülni, nem? Így van, így igen. van, ez így volt, igen. Igen. Edző Varsányi Áron. És Gombai János. Igen, Gombai János. Klub. Fitbox kőszeg. Igen, lakhely kőszeg, igen. alapállás. Az a normál, jobbkezes vagyok. Jobbkezes. Az a normál? Az a normál, igen. Ökölvívó példakép. A bátyám háborjában. Igen, erre még lesz Hobbi. Snowboardozás. Igen, itt kirándulás szerepel. Ilyet szépség királynők fel. Igen, snowboardozás. És a kedvenc étel még ugyanaz vajon? Spagetti. Itt rántott sajt van. A, a, ez a kettő egy erősen betegszik azért az első helyért, de most már a spagetti az átvett. Kedvenc Most jelen pillanatban van a, a, mesélek a bornak, nem tudom. Hogy igen, ez szemezés. van, igen, igen. 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 igen kedvenc film? Az a Galaxis Őrzői lesz. Igen, stimmel. <laughs> <laughs> saját adatlapodat viszonylag <gül> <gül> töltötted ki. Ugye a hetente 22 óra edzési idő, az gondolom most is megvan, de az összes mérkőzésszám, ami akkor még 95 volt, az gondolom most sokkal több. nem, vagy nem sokkal? Az most szintén ugyanúgy át, talán 96 most, hogyha ha úgy nézzük, de ez még nem nőtt jelen pillanatban. És igaz az, hogy 11 éves korodban, vagy 10 éves korodban kezdtél boxolni? Igen. Vagy ökölvívni? Igen, akkor kezdtél el foglalkozni. Ezt odaadom neked, hogy legyen neked a saját példányod. Köszönöm. Ez a te szöveged, úgyhogy... Oh. <köszön> okay. Én ezt itinernek veszem, és aztán majd elmegyünk jobbra-balra, de legyen ez a kiindulási pont. Jó. Június 29-e idén. Igen. Az. az. olimpiai kvóta az olyan, mint a mi? Ugye ez a beszélgetés alapvetően a motivációval kapcsolatos. A motivációt azt egyszerűbben úgy lehet lefordítani. Kedves Hámúri Luca, téged mi a franc nyavaja hajt? <gül> <gül> És úgy tűnik a szöveged alapján, hogy az olimpiai kvóta az nagyon hajtott. De miért? Én azt gondolom, hogy minden sportol él, sportoló, él sportoló életében a, a fő cél a, mondjuk egy kisebb nem, vagy nagyobb nemzetközi eredmény mellett az az olimpiai, olimpiai részvétel, illetve az olimpiai esetleg Éremszerzési lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy legalábbis a saját példámból indulok illetve így a barátaim, illetve a válogatottban, a csapattársaimmal, akikkel beszélgetünk, azok mindig azt beszéljük velük, hogy, hogy tehát nyilván az a cél, hogy az olimpiára kiusson egy kor. Ez hogy kezdődött, vagy hol kezdődött? Visszaemlékszel erre? Hát, amikor. 10-11 évesen lementem akkor az azt mondták kerembel. a kis hámori utcának, hogy az öt karikás játék. Nem, nem, nem. Akkor még úgy volt, hogy nem is versenyezhetek, mi, hogy lány vagyok, ez nem, nem női sportág, ez a hagyjuk meg a férfiaknak, hobbi szinten el lehet menni, hogy lekössem magam iskola mellett, mert azért elég mozgékony gyerek voltam. És, és... akkor én is mondtam, hogy jó, persze, legyen, megnézem, mit csinál a tesó, amikor elmegy 5 órakor otthonról, és mégis milyen egy boxedzés. És akkor az elején csak így tényleg szórakozás hobbi szinten jártam, és... Kivel? A testvéremmel, tehát így Nem egy... úgy, kivel, kivel öklöztél, vagy kivel... Voltak rajtam, egyébként voltak rajtam kívül szintén még ilyen kisebb lányok, fiúk. Akik elkísérték a bátyjaikat? Esetleg, vagy akár iskolába, iskolába elterjedt a, a neve a csapatnak, vagy bármi, és akkor hát Ott lehetett ökölvívni, miközben egyébként az nem volt még olimpiai sporták. Ne, olimpiai sporták volt, az már akkor is. A női? A női, uh, akkor igen, már igen. 2010-ben? Lehet, mondtam. De aztán, fogalmam nem, De szerintem nem, nem, már, már az volt. Én, én úgy, nem tudom, hogy pontosan mikor, de azt tudom, hogy akkor már az volt. Viszont nyilván akkor 10-11 éves fejem még nem, az, nem arra gondoltam, hogy én valaha ebben a, ekkora sikert, szeretné, sikert akarok elérni. Aztán... De kiültettél a fejedben a bogarat? Az olimpiáról? Hm? Szerintem ez így jött magától, hogy eltelt egy-két év, és, és, már ott ragadtam az edzőteremben, és, és tetszett, jöttek a kisebb sikerélmények, illetve jártam kisebb versenyekre, és, és, szerintem, amikor a, először bekerültem a válogatott, vagy minél serdülő korosztályba, ilyen 12-13 éves, évesen, akkor már tudtam, hogy, hogy nekem ez lesz az életem, és, és mindent azért fogok megtenni, hogy én az olimpián legyek, de nyilván 13 évesen azért még nem gondoltam erre úgy, hogy úristen, tényleg. Viszont ahogy jöttek a, vagy ahogy teltek a hónapok, évek, jöttek a kisebb sikerek, itt tudtam, hogy, hogy már nekem a cél az az olimpia, és valóban 10 éve minden, edz, minden edzésre úgy mentem be, hogy nekem az a cél, hogy a, az olimpián ott legyek. Hány évdi fi van a bátyáddal? Hat hat, hat évon köztünk. Ahogy öregszetek, annak egyre kisebb jelentősége van, de akkor még tíz éves korodban, akkor azért az egy Egyébként jelentős különbségnek tűnik. Igen, igen, most már úgy nem is tűnik fel nagyon az a hat év szerintem. És te a sikert egyébként az, hogy mi, tehát ami hajt téged, uh, ugye van hámorú luca az ökölvívó, és van, amikor nem ökölvívó, vagy te százszázalékig ökölvívó vagy, és mindent alárendelsz annak, ami egyébként a sportot illeti, a Facebook oldaladat nézegetve úgy tűnik, hogy azért te nem ilyen vagy. Meg az egész habitusod nem olyan, de könnyen tévedhetek. Nyilván, tehát most ha azt mondhatom, hogy alapból egy sportoló személyiség vagyok, tehát nem, az, nem mondom azt, hogy hogy csak a sportnak élek, viszont... Milyen a sportoló személyiség? Azt gondolom, hogy a sport az nagyon sok mindenre megtanítja az embert, leginkább az alázatra, kitartása, és ad egy, egy tartást az embernek. Te Oké, ezt mondod most, de amikor 11-12 évesen elkezdted, akkor ezt még nem tudhatod. Akkor, akkor nyilván, akkor, ez, akkor nem ezért kezdtem el, hogy engem most megneveljen a sport, vagy bármi. nevet? Meg, én én mondhatom, hogy meg, ö, illetve nagyon sok minden mást is köszönhetek, köszönhetek ennek a sportágnak, de de ott 13 évesen tényleg nem tudtam, hogy ez ez valójában ezzel fog járni. Akkor csak azért kezdtem el, mert tetszett, élveztem. Jöttem. Elkapott a gépszé? Igen. <laughs> És akkor előtte jöttem. volt más gépszí, vagy ez az első gépzi Atléta voltam előtte, tehát futó, futó voltam, de azt annyira nem szerettem. Tehát az iskolában a, elkezdtem futóedzősekre járni, illetve kisebb futóversenyekre. Ott is jöttek a kisebb, kisebb nagyobb sikerek, de azt úgy nem, nem élveztem. Tehát nem volt meg az az érzés, amikor beléptem a boxerembe, és megcsináltam az első edzést, hogy úristen, nekem ez nagyon tetszik, és ebben el tudom képzelni a jövőmet. Úgyhogy mondhatom, hogy itt volt az első, amikor így elkapott tényleg. Ugye a kedvenc színész az kimaradt, az ugyanaz? Öh, igen. De ki? Nem is tudom, hogy már most pontosan kitírtam. Öh, itt egy hajjal viszonylag kevésé rendelkező színészon megnevezve. Hú, hát nem is tudom, kit írtam. Az a Windyze. A vira? Videó... Igen, jó, oké, és akkor maradhat, igen. igen. Én tudom, hogy téged igyekszem kulturáltan fogalmazni, a csesztet az még belefér, ugye? Nyugodtan. Tehát ugye csesztetnek téged azzal, hogy női ökölvívás. De ugye menjünk vissza a gyerekkorba, bár ugye nem sértés, hogy azért azt olyan nagyon régen nem hagytad el, négy éve nagykorú vagy, de öregnek nem vagy mondható. Hogy az lehetséges, hogy lányok hajba kapnak, de ugye a hajba kapást és az ökölvívást azért sok minden megkülönbözteti. Az, hogy az ember a sikerét azzal éri el, hogy mást megüt, azon hogyan teszi túl magát? Szerintem ezt, ezt, ki, ezt teljesen máshogy látja egy olyan ember, aki benne van ebben a sportágban, illetve aki, teszi, aki kívülről, bevezetni. igen, aki kívülről látja. Ennek azt gondolom, hogy megvan a, a saját szépsége, amit, amit csak azért ez, aki felmegy oda. Hogyan elégbe. tudták veled ezt elfogadtatni, meg megszerettetni? Hát amúgy egyébként ez egy nehéz kérdés, ezen még nem is nagyon gondolkoztam, hogy nekem ez miért jó, hogy valaki megüt engem, vagy akár én megütök valakit. Fontos, hogy egyébként mondjuk egy meccsen kiüti meg először a másikot. Egyébként szerintem igen. És fontos-e az, bennem őszinte kíváncsiságban, igen. ha valami nem tetszik, jó, jó, akkor jó, jó. ne válaszolj. Okay. Az fontos-e, hogy az ember látja a másikat, de hogy mennyire erős lehet, hogy nagyon erős, de mégis kicsit ütt tehát Az, hogy mekkorát tud ütni, és az első ütése mekkora, az milyen hatása van az emberre? Ha elkezdődik egy mérkőzés, és még nem telt el mondjuk kettő másodperc, de én már kaptam egy, egy nagyobb ütés mondjuk, amivel jelzi az ellenfél, hogy haló, én tényleg azért vagyok itt, mert téged most meg akarlak verni, akkor nyilván azért de egy, ez tud lenni akár egy motivációs, hogy visszaadjam azonnal neki, és akkor mindjárt egy, egy, egy ö, olyan érzés fog el, hogy ez egy kemény csata lesz vagy rossz esetben ez akár alakulhat úgy is, hogy huha, valószínűleg magabiztosabb az ellenfél, és esetleg én nem érzem magamat. Így -e? ez jött minden fejbe dől -e, én azt gondolom. Jó, tehát ott tartunk, nem hagylak menekülni. A ha szabad. Milyen az, hogy az ember így ér el sportséget, hogy mást megüt? Szerintem legalábbis, ha, saját, ha magamból indulok ki, akkor én ezzel nem, fog, nem szoktam foglalkozni, hogy én most egy egy ilyen, vagy ilyen áron értem el ezt a sikert, hogy valakit hozzám meg kellett vernem, hiszen a velem szemben álló ember, aki a ringben van, ugyanúgy engem megüt, és ugyanúgy én is kapok ütéseket, hiába nyerek, hiába nem. Mindig azt szoktam mondani, hogy az e, aki, az e, aki megnyeri az egész versenyt, az kapja a legtöbb ütést, hiszen neki van a legtöbb mérkőzése. <gül> <Igen>. <gül> Mindig ő, 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 tehát ő van ott a legtöbbet a ringben, de azt gondolom, hogy, hogy tényleg ott megvan a saját szépsége adnak, hogy, hogy amikor megszólal, a, Igen? amikor megszólal a gong abban a három percbe, akkor a háromszor három percbe, akkor szó szerint meg akarjuk ölni a másikat, aki velünk szemben van, viszont utána akár egy barátság is alakulhat ki belőle, és amikor kijövünk a ringből, akkor lehet, hogy tök örökre szóló barátságot kötünk, de bent a ringban ott, ott nincs barátság. Ha hülye kérdés, nem kell válaszolni, vagy ki kell javítani. <laughs> Más abban a kilenc percben a Hámbori utca, mint azon kívül? Teljesen teljesen. Ott, ö, ott abban a három, vagy a háromszor három percben ott így teljesen el szoktak szállni a gondolataim, ott csak ami ösztönből és a megszokásból, rutinból jön, és ott, 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 ott mindig azt érzem, hogy tehát olyan stílusú boxolónak nevezem magamat, aki, akit nem érdekli, hogy mi történik a ringben, nem számít, hogy én most lehet onnan nem, nem jövök ki a saját lábamon, én akkor is megteszek azért bármit, hogy én ott nyerjek, és, és mindig úgy vagyok. A nyerést értem. Kell. Azt, Amivel az ember eléri, azon egész egyszerűen, még a múltban, azon egyszer is mindenkoratul túltette magát? Igen, muszáj, muszáj, hiszen utána ott, ott lesz már, a, ha ugye sikerült továbbítani ott a következő meccs, ha meg éppen nem sikerül, akkor meg nem, nem ragadhatunk le azon a meccsen, hogy ez most nem sikerült, hanem tanulni kell belőle, és hogy tovább lépni és készülni a következő mérkőzésre. Nem fogok visszaélni azzal, ha őszinte vagy, de azt mondtad, hogy meg akarja ölni. Tudom, hogy nem szószoros értelmében, de a szó mégis ott van. Az valami engesztelhetetlen vad valami? Szerintem igen. Az, ott, az csak akkor múlik el, miután lejöttem a ringből. És az egy olyan érzés, ami... Természetesen nem... Tehát ez az, hogy meg akarom ölni, ezt nem szó szerint kell élni. De ez világos. Érteni. Viszont ott minden érzelem elkap egyszerre, és, és nem számít, hogy mit Mivel elég. kapcsolatos érzelem? Tehát létezik-e az, hogy olyan haragod jön elő, de az is lehet, hogy nem harag, ami nem is a másikkal kapcsolatos, de ez segít? Fogalmam nincs. Az, hogy a másikkal kapcsolatos harag mondjuk előjön, az, az nem nagyon van szerintem, hiszen van, hogy egy teljesen legennel kell boxolnom azon a mérkőzésen. Nyilván van olyan, amikor már ismert ellenfélel, akitől esetleg már kikaptam előtte, vagy bármi, de akkor sem az a, a harag vezérel, azt gondolom, inkább a bizonyítási vágy, vagy esetleg bizonyítási az, bizonyítási vágy ki előtt magad, előtt? saját magam előtt, illetve mások előtt is, bár mindig azt mondják az edzők és a, a, akik így a, benne vannak a szakmában, hogy nem másnak akar megfelelni. Ne érdekeljen, hogy ki mit gondol, ne érdekeljen, hogy ki nézi a mérkőzésedet, vagy ki mit mond saját magad, amit benned van, az hoz ki, és hogyha te úgy jössz le a ringből, hogy mindent megtettél érte, és, és ez ennyi volt benned, akkor igazából te már győztél, hiszen magadba kiadtad azt, ami, ami, benned volt. Az én szakszórám, szakszótáramban vannak olyan kifejezések, amiket én találtam ki, és nagyon büszke vagyok rá, ilyen a kinézet rasszizmus. A kinézet rasszizmus annyiban jön elő, hogy én azt feltételezném rólad az alapján, amilyen benyomást kell tesz, illetőleg amit olvastam és láttam, mert azért van ilyen számos, hogy neked nincs sportpszichológusod, de a kérdést úgy kell feltennem, van sportpszichológusod? Nincsen. Jelen pillanatban nincsen. És nem is érzed, hogy szükséged lenne erre? Most így mindenképpen. Tehát, ö, én ezt már régóta mondtam, ö, mondogatom, hogy kellene, de aztán soha nem tartottam olyan fontosnak, hogy akkor tényleg tegyek is érte, hogy legyen. Viszont amióta sikerült a kvóta, az, azóta még, még elszántabb vagyok, mint előtte, pedig előtte, és az voltam, viszont így most még egy lapáttal rádobtunk, és, és tényleg szeretnénk mindent megtenni azért, hogy ott az olimpián egy év múlva a lehető legjobb formámat hozhassam, és ez kelleni fog. Ugye 2023. októberében beszélgetünk, ha valaki ezt egyszer ki tudja, mikor előássa majd. A győzelem. Az a motivációs erő, vagy mi? És ha a győzelem az csak a ringre vonatkozik-e? Hát, tehát most ha jól értem, az a kérdés, hogy a maga a győzelem az az, ami motivál-e így a, a mérkőzésen igaz? Tehát hogy így, vagy így az egész felkészülés során? Hát az egész lét folyamán, hétfőtől vasárnapig, és aztán megint, amikor edzés van, amikor unalmas dolgok vannak, amikor erősítés van, amikor az embernek jól megy, amikor az embernek rosszul megy, amikor egy hetet kap, hogy pihenjen, és utána folytatnia kell verseny előtt, alatt után. Szerintem legalábbis nekem van, egy fő célom, nyilván ez az olimpia. Most, hogy sikerült a kvóta, szintén maradt az a fő célba, de mellette vannak kisebb céljaim. Mindig kitűzök magamnak egy kisebb célt, és így könnyebb hétről hétre haladni. Akár ez a cél lehet egy olyan is, hogy most 100 méterrel többet fussak három perc alatt, mint például a múlt héten, vagy akár lehet az is, hogy ha lesz egy Európa bajnokságod, akkor ott aranyérmes De tudod-e azt, hogy mi szolgálja azt a célt, hogy majd az olimpiája jól szerepel? Pontosan nem tudom. Az erre. az edző dolga? Nem is, ez így minden, ez így közösen, szerintem ez így közösen alakul ki. A belefektetett munka, akkor az, hogy az edzők hogyan állnak hozzá, hogy a versenyző hogyan áll hozzá, hogyan alakul a verseny, hogyan alakul bármi. Tehát azt gondolom, hogy ez így minden, sok, sok apró dologból áll össze. A győzelem. Nem akarok pszichológizálni, bár tőle nem áll távol. Ugye 10-11 éves voltál, amikor lementél, de korábban, ha visszaemlékszel, valaki visszaemlékszik, akár 4 öt éves korára is, az gyerekként, akár iskolában, tanulmányok során, vagy játékban, tornaórán, vagy bárhol foglalkoztatott, vagy ilyen emlékeid nincsenek, vagy mással kapcsolatosak? Nem, nem gondolom, hogy bármi, bármi különbsége is lett volna az miatt, hogy én boxoló voltam, vagy sem. Természetesen azért így megkaptam az osztálytársaktól mindig, hogy de lány vagy, te miért, miért boxolsz, ez, ez fiúknak való, akkor te most fiús vagy, miért kell ezt csinálnod? Fiús vagy? Függetlenül. Most függetlenül. Most már egyre jobb a helyzet, így idősödök, viszont régen, régen nagyon fiús voltam. És Miben? Kinezet, viselkedés, fiúkkal mindig jobban kijöttem, tehát ilyen nem voltam az az igazi kis csajos kislány. Ez most így azért, hogy komolyodok, és vagy hát egyre érettebb leszek, uh, így ez változik, de még most sem mondanám magamat annak az igaz ilyen kis csajos hölgynek, de mivel az sokszor megkapjuk azt, mert hogy a női boxolók akár, vagy akkor, hogy ha egy nő elmegy boxolni, akkor az már fiús, agresszív, nem, 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 is igazi nő, így ezt is, erre is szeretnék így rácáfolni, hogy, hogy ez nem igaz. Agresszív az. Vagy? Nem, tehát a ringben az vagyok, az, az oké, okay, de ez utána, tehát ahogy lejövök a ringből, ez így elszánt bemegyek az edzőterembe, bemegyek a ringbe, az vagyok. De egyébként az magánéletbe, tehát így, 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 nem. Filmekben van, tehát nem jó kinduló pont, hogy alig lehet leszedni az egyiket a másikról, pedig már a bíró szétválasztotta őket, vagy ütöttek a gongra. Beled ilyen előfordult már? Ilyen, tehát hogy az, hogyha mondjuk legongatják, és nem hagyjuk abban ilyen nem. Tehát abban a három percben, amíg gongtól gongig, agresszív vagyok nyilván, és, és győzni. De ott is agresszív, tehát hajt a győzni akarást. Az, van erre módszer? amármint mint kezelni ezt a... Hát, hogy az ember agresszívé váljon. Ugye szintén filmeken, de azért jártam annak idején, <laughs> kaptam neki, ilyen utcai harcosok egyébre, nem az én műfajom, de voltam ilyen helyeken, úgy ugye nem tudom, hogy felpofozzák előtte, vagy maguk pofozzák föl magukat, hogy ugye valamiféle, nem tudom erre mi a jó szó. Tehát, hogy az ember olyan hangulatba, olyan állapotba kerüljön, ahol ez az agresszivitás, a szó jó értelmében ez nehéz ezt így mondani, de mondjuk így, kijön belőle. Van -e erre módszer? Ha elmegyünk egy versenyre, ugye valószínűleg már az első két napban megvan a sorsolás, és onnantól látjuk, hogy ki mikor fog boxolni. Ha, ha mondjuk tudom, hogy én csütörtökön fogok boxolni, akkor én szerdán este már úgy fekszek le, hogy, hogy elképzelem a fejemben a mérkőzést, minden, lehet, minden lehetőséget, hogy mi történhet a mérkőzésen, vagy esetleg ha másnap megtörténik, akkor én ott már fel rá fejben készülve és tudjam kezelni a helyzetet és már akkor elkezdem fejben így átállítani kicsit az agyamat arra, hogy nekem másnap mérkőzésem van, illetve aznap, amikor felkelek, már úgy kelek fel, hogy nekem ma teljesítenem kell, és ma nekem fel kell mennem a barringbe, és nekem ott meg kell vernem valakit azért, hogy az én kezem lendüljön a magasba. És, és már alapból az egész napi hangulatom az arra alapoz, azt arra alapozom, hogy ott, amikor ott leszek, már hogy elkezdek bemelegíteni, elkezdek árnyékolni, akkor már teljesen ki tudjam kapcsolni az agyamat, és csak arra koncentráljak, hogy mit, mit fog csinálni ott benne a ringben. És ilyenkor általában a bemelegítés közben szeretek zenét hallgatni, vagy esetleg csak mit? egyedül lenni. Változó egyébként, tehát itt most gondolnám mindenki, hogy ha elkezdek megérteni, akkor ilyen nagyon kemény sport, vagy ilyen... Hogy mondjam, nem a Vivaldi négy évszakot, <laughs> vagy azt? Igen, csak hogy ilyen, ilyen kondizós zenéket hallgatni, de van, Lipsz hogy... Lips zenét, az se valószínű. Mm, Mit nem. hallgatsz? Egyébként a kedvenc zenei műfajom az így a, a, így a latin zenék, tehát ezeket szeretem így a legjobban. Énekelnek? Igen igen. Krisztina Aguilera, vagy ki? Akár, igen. Akár ilyen. És ez így egy kicsit segít kikapcsolni az agyamat, hogy, hogy, ezek az ilyen gondolatok, hogy mi lesz, ha kikapok, mi lesz, ha nem, mi lesz, mit fognak szólni, ha nem fognak nyerni ezeket, így segít kicsit elhesegetni az agyamból. Tudatos vagy? Az szerintem igen, annak tartom magamat. Ez, ebben nyilván fejlődnöm kell, még ez, ez nyilván nap, mint nap fejlődök szerintem, illetve minden mérkőzésen fejlődök ebben is. És tehát hogy ez segíti kikapcsolni az agyamat, és, és utána szeretek elvonulni, kicsit egy pár percig egyedül lenni, elgondolni megint azt, hogy. Jó, belenéznék a fejedbe, szerintem az egy korrekt dolog. A fájdalom tűrő képességedet meg tudod-e változtatni mérkőzés alatt? Ha nem is tudatosan, de az, az változik. Az, ahogy felmegy az adrenalin szint, ott abban a pillanatban én nem érzem, hogy mondjuk fáj, ha orra Ütöttek üt... meg már nagyon? Igen. <laughs> Volt, hogy már nem is tudtam mondjuk esetleg kimenni a harmadik menetre, mert felrepett itt az arcom, el is törött az arcsontom, de ott abban a pillanatban én nem éreztem, hogy... Nyilván éreztem, hogy nem látok a, vagy éreztem, hogy nem látok a bal szememmel, de, de azt a kimondott fájdalmat én nem éreztem, hogy most úristen ekkora a fejem. Maradjunk ennél... Eh, itt egy út elágazás van, de mind a két úton végigmegyünk. Szemöldök vagy nőimel? Válaszol. Mármint. Á, legyen akkor szemöldök. Szemöldök. <laughs> Jó. Um, és te. Tehát a te ütésed következtében valakinek felreped a szemöldök. Ugye a szemöldök az egy kényes hely, az a legkönnyebben, kérdeznem kell, az szokott a legkönnyebben felrepedni? Szemöldök, illetve itt a szem igen. alatt, igen, igen. Hogy fogalmazza korrekten, ami elfogadható? Hogy teszi magát azon az ember túl, hogy azt, amit ő lát, ami előtt egyébként lehet, hogy tévében elfordul, azt ő okozza, és azt látja, hogy a másiknak folyik a vére. Ez ugye egy jellegzetesen olyan sérülés, ami pillanatok alatt azt okozza, hogy bedagad. Ráadásul ugye. Az edző talán azt mondja, hogy az embernek ott kell ütnie, ahol a másik megsérült, mert akkor eléptetik, ezen hogy teszi túl magát? Ez ugye egy fokozat megütöm. <kül> Oké. Okay. De úgy ütöm meg, meg úgy így ütöm meg, ami effektív, ha más körülmények lennének, azt mondanák 8 napon túl gyógyuló sérülés, valamilyen bűncselekményi leírat, itt meg nem az. Ezen hogy teszed te túl magad? Nagyon értelmetlen dolgot kérdezek? Nem értelmetlen, mert ez egy. egy ha ez nem sértő, és mondhatok ér, hogy egy külső szemmel ezt, ezt látva, Nem abszolút nem. Ez, ez teljesen máshogy jön le, mint én nekem ott bent a ringben. Tehát, ha én látom azt, hogy megsérül az ellenfelem, én nem az... fog a... megijedni. Én ugye azt gondolnám, hogy az ember megsajnálja, de te ezt nem teheted meg. Tehát nem ijedek meg attól, hogy most ő így néz ki, tehát még, még tart a menet, tart a mérkőzés, a bíró nem mondta azt, hogy esetleg stopp, vagy Hogyan az orvos esetleg... Hogyan teszed túl magad azon, hogy ezt te okoztad? Ezzel csak a inkább a mérkőzés után van időm foglalkozni. Ott És a, a mérkőzés oké, de engem ez is érdekel, mind a kettő. A mérkőzés alatt kizárod? Ott teljesen. Utána? Ott, utána ö, nyilván, tehát tiszteljük a másik sportolót, aki, aki velünk szemben áll a ringben, és, és ha esetleg még utána van-e lehetőségem oda menni megkérdezni, hogy hogy vagy, vagy esetleg segíteni, vagy esetleg, ha lefújja mondjuk a bíró a, a meccset, mert nem eljeli tovább az orvos, uh -huh. hiszen olyan komoly a sérülés, akkor esetleg vagy ha van egy fej fejsérülés, vagy bármi, ami miatt esetleg mondjuk nehezebben talál ki a sarokba az ellenfél, akkor oda segítek neki, megkérdezem, hogy jól van-e. De ezt mind csak akkor, ha már le van gongatva a mérkőzés. Tehát egészen addig, amíg, amíg nem, addig ezt nekem muszáj kizárnom. Lehet-e motivációs cél a másik ilyen jellegű megsebzése? Az, hogy én most direkt úgy akarok nyerni, hogy ő neki felrepedjen a szeme, ez nem. Tehát ilyen még nem fordult meg nekem a fejemben. Az, hogyha esetleg, hogyha esetleg ö, ütök egyet, de ez általában az, hogyha valakinek felreped a szemöldök, az inkább fejeléstől van, összefejelni vagy bármi. Tehát ütéstől akkor inkább itt a szemem nem is a szemöldök, de hogyha tegyük fel, látom, hogy eltaláltam a másikat, és ő neki vérzik a szeme, nem fogok azért kisebbet ütni, vagy esetleg nem odaütni, mert megsajnáltam. Tehát mérkőzés után biztos... Well, volt, és, és abban a pillanatban nem, nem, tehát én nem engedhetem azt. Ugye nem annak nem idején van. azt mondják orvosok, hogy az első halálon nagyon nehezen tudják túlteni magukat, és valószínűleg a másodikon is. Te az első ilyen esetet emlékszel, hogy milyen gyorsan tudta túlteni magadat? Mm, nem, nem emlékszem, hiszen nem is az, hogy túltenni rajt magamat, hanem abban a pillanatban én biztos vagyok benne, hogy nem foglalkoztam vele, utána viszont biztos vagyok abban, hogy oda mentem hozzá, és megkérdeztem. És tőle, ez hogy, hogy zajlik? Meséld Vagy fordít, vagy akár hozzád. Neked felrepett már a szemöldököd? Igen. Az nem a szemöldököm, az arcom. Igen. Tehát, hogy ö... zajlik egy ilyen? Amikor én kaptam, akkor ö... az egy Európa-bajnokságom volt, és, és a második menetben kaptam ezt a... egy, egy nagy ütést. Nem emlékszem, hogy milyen ütés volt, tehát én már csak azt éreztem, hogy nem látok a bal szememmel és kimentem a sarokba, nyilván az edzőm azonnal megpróbálta ellátni, de már mondta, hogy Luca nem, nem, tudsz kimenni a harmadikra, mert az már a látásomat veszélyeztetni, illetve maradandó sérülés lehet. Jó, hogy mondod. Dobtak-e be valaha is törül a szó értelmében? Egyáltalán... Hogy, hogy ne, mármint, hogy részemre, hogy feladni? Igen. Nem, ez volt az egyetlen, tehát itt is nem a török de van, nem látta az orvos, hogy már nem tudok kimenni a harmadik menetre, hiszen tényleg komoly a sérülés. Uh, Nyilván ott a legongatták a szünetet, és még mindig ültem a széken, és az edzőm próbálta jegelni, illetve ö, kezelni a sebet. És egyből oda is jött az ellenfél, és az edző is, illetve az orvos a ringbe, hogy mi a probléma, és mindenki próbál azonnal segíteni. És akkor ugye ha eredményhirdetéshez oda mentem nyilván, látszott, látszott, hogy tényleg nem tudom folytatni sajnos ezt a mérkőzést, hiába szerettem Neked volna. Neked is adok egyet, ha akarsz valamit fogdosni. Köszönöm. Hiába ja, szerettem volna, mondtam az edzőmnek, hogy de én visszamegyek, én akkor is ezt megcsinálom, és még leboxolom de ezt akkor a harmadik. volt a józanság. Igen, 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 igen. Um, megegyeztünk, semmire nem válaszolsz, amire nem akarsz. Párkapcsolatban kapcsolatban élsz -e? Nem, most nem. De a versenyzői pályafutásod alatt éltél-e párkapcsolatban? Igen. Sportoló volt-e az illető? Volt sportoló, és meg volt én, aki nem. Magamból indulok ki. Lehet, hogy rosszul teszem. Senki nem féltette úgy az egészségedet, ami akár szakítási ok is lehetett volna, mondván, hogy nem akarta azt, hogy. Mm, nem, ilyen, ilyen nem volt férle. Ilyen, nem. Nyilván de érthető, Értem, tehát az egészséges féltés, az, az nyilván ott van. Az vagy... egészséges féltés és az ökölvívás. Drága össze. Azok <laughs> hogy férnek össze? Hát úgy értem ezt az egészséges féltést, hogy ha van egy párom, és mondjuk, de, jól... az a szüleidre vonatkozik. Akkor, egy bár... akkor le, a bárki, tehát egy, egy rokon, egy, egy, barát, nyilván aggódik, ha felmegyek egy ringbe, édesanyám, biztos vagyok benne, hogy elveszti pár hajszálát, ha még én a mérkőzést éppen vívom az ellenfelemmel, de mégsem mondja azt, hogy kislányom nem, nem mehetsz, nem, nem boxolhatsz, nem csinálhatsz, hiszen tudja, hogy én ezt szeretem, és nekem ez az életem. Viszont mellette ott van az, hogy, hogy aggódik, és félt, félt hogy bármi bajom is történhet. Tehát amikor esetleg felrepett az arcom, ő sírva nézte azt végig, hogy hogy nézek ki. Nyilván. Ilyenkor tovább tart utána a sminked és a rendezvút van? <laughs> nem szoktam sminkelni egyébként nagyon. Illetve, hogyha van egy monoklim, vagy, vagy, egy, vagy egy esetleg azt a repet, és azt nem lehetett volna eltüntetni, az akkora volt. De nem is nagyon szoktam megpróbálni eltüntetni, mert engem nem zavar. Aki ismer, az tudja, hogy boxol vagyok, tehát tudják, hogy nem otthon vertek meg, vagy éppen az utcán. <laughs> Oké, okay. eh, akkor körbe táncolhatlak, akár ökölvívó értelemben. <laughs> Um, filmek is szóltak róla, ökölvívókról is, talán baseball játékosokról, pontbevérzésekről, amelyeket ütések, labdák okoznak. Nem kell, hogy a női mellhez jussunk. Lehet az az agy. Uh -huh. Lehet az a szem. Lehet az a szemben a retina. Um, én kívánom neked, hogy se te, se soha, semelyik ellenfelednél ne történjen olyan, ami egyébként mondjuk a sportpálya futása, befejezése után 15 évvel okoz bármilyen problémát. Köszönöm. De ezzel magadban számot vetettél le, akár saját magadra nézve, akár az ellenfeledre nézve. És most nem tudom megmondani neked, hogy a merrákról beszélek, a retinaleválásról beszélek, vagy a sztrókról beszélek. Megmondom neked őszintén, Egyikről se szeretnék beszélni, de ahogy neked ütni kell, nekem kérdezni kell. <laughs> És nem tehetek, tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy ezt ne kérdezzem meg, miközben nem szeretnélek téged bármelyikkel is kapcsolatba látni. Érthető, persze. Uh, ugye megvannak a, a megfelelő védőfelszerelések. Védő Egy a leválásra mi? Arra mondjuk pont nincsen, tehát az az benne van. Uh, van vak a családban? Nincsen hála ennek nincsen. El tudod képzelni? Nem, nem is szeretném. Igen. Ö, hogyha én ezekre gondolnék, hogy, hogy mi lesz, ha esetleg ilyen történne, vagy bármi, akkor nem tudnék úgy felmenni a ringbe, hogy, hogy én ott győzni. Hogyan akkor. teszed túl magad rajta? Mert te látható módon kivon a négy kereket? Szerintem ez abszolút, tehát ebben, ebben, nincs semmilyen lekezelő. Ezt férfiakra, nőkre egyaránt mondják. És le is szállok erről a lóról, miközben nem szálltam rá. Jó, 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 Csak azt mondom, hogy, hogy ez mindenkit foglalkoztat. Ha valaki egyébként szorosabb érzelmi kötődéssel van veled, félt, óv, akkor meg depláne. Baromira örül a sikereidnek, de ennél sokkal jobban féltéged, miközben a te foglalkozásod, hát ez nem összeegyeztethető a féltéssel. Nem ezt ahogy nekem félre kell tennem, ezt félre kell tenni a másik személynek is, aki aggódik, értem, vagy éppen félt. Hiszen ha, ha én félre tudom ezt tenni, és felmenni a ringbe, és ezt minden félelmemet a hátam mögött hagyni, akkor ezt neki is, neki is muszáj. Hámban tud-e félni? Mitől fél? Pókoktól? Nem, kettő dolog valamitől, amitől nagyon. Az egyik az a béka. Béka? Bármekkora is? Bármekkora. Bármilyen, bármilyen színű bármilyen, is? Bármilyen, tök mindegy, hogy esetleg csak egy gumibéka az itt. Az, az, az is, nem. igen. És mi a más? És a kígyó. Ez, ez, a kettő. Tehát a hüllők. A hüllő. Hát, igen, de ez a kettő, a kígyó és a béka, ez, ez olyan, hogy a világból mit, ki lehet. Mit lehet elérni? <laughs> mit lehet elérni? Igen. A világból ki lehet engem kergetni a, a és a békákkal az biztos. Tehát, ha valaki Siklóval azt, is. Az a bármi, igen. Tehát bármilyen. De halak nem. Az nem, 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 nem. Csak ez a kettő, ami olyan, hogy... hogy hogy tényleg, tehát ha engem valaki azt akarja, hogy a mentő vigyen el, akkor dobja rám egy békát, vagy egy kígyót, és az biztos, hogy sikerülni fog a terve. Hogy derült ki? Uh, Biztos összeakadták, Békával mondjuk könnyebb. Uh, igen. Mi történt? <laughs> nem tudom hány éves lettem, körülbelül ilyen 15 éves lettem, és egy nyári este volt, és a szobámban a teraszajtó csak nyitva lett hagyva, a napközben este becsuktam, de így nem töröttem semmivel. És, és este feküdtem az ágyamon, fel volt kapcsolva a lámpa, és ahogy telefonoztam, így, így láttam, hogy hogy valami fekete folt így van a szobám közepén. És... Uh, ahogy öndenéztem, és így ráfókuszáltam, megláttam, hogy egy béka, és abban a pillanatban egy ilyen zokogó görcs jött rám, vagy egy síró görcs, vagy nem tudom, sikítottam, még otthon éltem, és édesapám rohant be a szobába, hogy úristen, mi történt, Valaki betört, tört, igen, és, és akkor úgy mondtam neki, hogy ott egy béka, és akkor nyilván ezt nevetett egyet, hogy Utca, most komolyan? <laughs> és akkor mondtam, hogy igen, és, és, egy hétig nem mertem utána be menni a szobámba, és inkább anyukám még szobájába a földön aludtam, mint hogy én, én, én oda visszamenjek. A, a, síkó az pedig így ilyen, nem tudom, az lehet ez vonzott a vagy én nem tudom, de így meglátom azt is, és így hasonló érzések kapnak el. Visszavegyünk. Te írod a postjaidat? Igen. Igen, igen. igen akkor visszamegyünk a szövegethez. Tíz év munkája a tegnapi napon kifizetődött, ugye ez 2023. június 29-e. Um, az összes többi korábbi sikeret háttérben ehhez képest? Igen. Ugye ez a kvótaszerzés? Igen. Igen. És azok megsértődnek? Nem baj. Érmek hol vannak? Ott, ha ki vannak rakva otthon. És ha megszöknek ezután? Nem fognak. <laughs> Már becsülöm azokat is, és nem, nem vagyok azokat. Én, ha az lennék, akkor az. <laughs> a kifizetőt. Semmiféle értelmezés. Mit jelent? Uh, mi a motiváció? De... Ugye azt is mondhatnám, mi van, hogyha te a bátyás sorsára jutsz? Akinek ez nem jött össze. Aki emiatt abba is hagyta, talán korábban is annál sem, mint egyébként vénembernek lehetett volna mondani. <laughs> Ez is benne, tehát ez is szintén ott volt a, a lehetőségek között. Ugye ez a legjobb négybe jutással erre igen, egy igen igen. igen, igen. Ez is ott volt a lehetőségek között, sőt, nagyobb esély volt arra, hogyha most a realitás Földjén marad, földén szeretnék maradni, és még most is ott vagyok, akkor nagyobb esély volt. El a... tudsz szállni? Bárcsak el tudnék néha. Erre azt tudom mondani, hogy bárcsak el tudnék, de, de még egyelőre nem. Még nem. Uh, tehát, hogy ez a, nagyobb esély volt arra, hogy ez másképp fog alakulni, mint hogy így alakult. Miközben az a holland még soha. Nem, 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 nem. Uh, azt tudni kell, hogy ez a 66 kiló az egyik, hanem a legerősebb súlycsoport így a nők, a nők, között, és, és rengeteg, rengeteg nagyon jó sportoló, nagyon jó uh, boxoló van ebben a súlycsoportban több olyan, akitől már esetleg kikaptam akár többször is, van olyan is, akit vert, megvertem már ezelőtt, velük még nem boxoltam, akikkel most így az Európa játékokon boxoltam, és, és azt mondhatom, hogy így a tíz év alatt talán az egyik az egyik legjobb sorsolásom is volt. Igen, sokat számít. Az nagyon sokat, az is nagyon, nagyon, sokat számít, az is éppen, hogy tehát lehet, hogy volt egy jó sorsolásom, de lehet, hogy reggel én úgy ébredek fel, hogy ballából keltem ki az ágyból, és lehet, hogy egy, esetleg egy olyan embert, hogy kikaptam volna, vagy kikapok, akit előtte mondjuk már simán megvertem. Tehát ilyen is volt már. Ez is fordult velem elő. Tehát oké, hogy szerencsés volt a sorsolás, mert tényleg az volt, viszont így is ez a három mérkőzés, attól függetlenül, hogy szerencsés sorsolás volt, ez a három mérkőzés is olyan volt, hogy fejben össze kellett szednem Én magamat. Értem, de ez a tíz év kifizetődött, ez mit jelent? Ö, tehát ez az a... ember látja egy év munkája, két év munkája, tíz év munkája, hova kell, hogy elvezessem. Természetesen itt az, tehát hogy Tíz év alatt mennyit edzettem, azt nem is tudom megmondani. Te De az egy... igaz, tehát a, 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 egy háborúca azt mondja, hogy ennyi év ilyen kemény munkája az nem létezik, hogy ne vezessen eredményre? Ki merem ezt jelenteni? Volt-e olyan kudar sorozatod, ahol másoknak kellett alátámasztani a téged, mint valami rozzant épületet, hogy tartsák benned a lelket? Ennyire nem, annyi, tehát ilyen szinten nem zuhantam össze soha volt egy olyan, amikor, amikor, azt éreztem, hogy nem biztos, hogy én ezt szeretném tovább csinálni, hiszen egy vál jöttem vissza. Tehát egy fél évet alapból műtét miatt ki kellett hagynom, Ö, és azt gondoltam, hogy sőt, még akár az egészségemet is kockáztattam azzal, hogy előbb visszaálltam edzeni, csak hogy egy Európa bajnokságon el tudjak indulni, és, és jó formában éreztem magam, minden rendben volt, és kikaptam egy olyan mérkőzésen, ahol már az éremért boxoltam, ahol, ahol mindenki azt várta, hogy az én kezem fog a magasba, magasba lendülni, hiszen egyértelmű volt, és, és, ez nem így alakult. És az a verseny után éreztem azt, hogy az egészségemet kockáztatom, bármit megteszek azért, hogy elérjem, az, elérjem a céljaimat, de van, hogy sajnos, el kell fogadni, hogy sajnos ez néha nem rajtam múlik. Te um, te vendéglátást tanultál. Igen. Van-e alternatí alternatívája, van-e elképzelésed a jövőt illetően? Van. Te egy nagyon szimpatikus valaki vagy, csak ezt azért mondom, hogy férjét és ne essék, nem az életedre, vagy a, 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 a valami pech alapozok, megsérülsz és abba kell hagyni ez egy sportoló életében permanensen ott van. Így van. A másik az életkor. Az mondjuk a te esetedben nem aktuális. Nem. Um, ott van-e a fejedben a váltó, ami átvisz egy másik vágányra? Igen, kiskorom óta tudom, hogy mit szeretnék csinálni, hogyha esetleg egyszer kell hagynom a sportát, vagy a sportomat ez pedig a, a, gyerekekkel való munka. Tehát, Te már nem vendéglátás. Nem. A, a, vendéglátást tanultam, illetve azt gondolom, hogy így, amíg tudtam csinálni az iskola és a, az ökölvívás mellett, addig nagyon jó volt így fiatalon, hiszen pénzkeresés szempontjából szerintem itt tökéletes volt, illetve élveztem is, igazából nem volt vele problémám, viszont egy Édesapán édesapám vendéglátásban dolgozott 25 évig, és láttam, hogy ez mivel jár. És a gyerekekkel hogy... mi? Tessék? És a gyerekekkel? A gyerekekkel, ö, tehát amióta az eszemet tudom, egyébként én, én imádom a gyerekeket. Nagyon jól kijövök velük. Lesz Amí saját? Biztosan, igen. Remélem, de szeretnék mindenképp. Ö, tehát amióta, tudom, amióta az eszemet tudom, ovónő szeretnék lenni. Ez, ez, most annyiban változott, hogy ö, hogy mindig szeretnék óvónő lenni, viszont ha, vagy nem is, akkor nem azt mondom, hogy óvónő szeretnék lenni, de mindenképp gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és hogyha esetleg majd én visszavadulok, és és azt mondom, hogy nem, nem szeretnék többet boxolni, akkor utána mindenképpen külföldön szeretnék külföldön szeretnék gyerekekkel vigyázni, gyerekekkel foglalkozni. A fő cél az, az Amerika, azon kívül, ha esetleg az nem jönne össze, vagy esetleg más, máshogy alakulna az életem, akkor esetleg, Anglia, esetleg Angliába, Spanyolország ilyenek, de nyilván ez nagyon sok minden de miért? Múli. Angliába voltam már, nekem az nagyon egy szimpatikus ország volt, és, és az angol nyelv az, amit, amit uh, beszélek. Németet is beszélem, mivel hogy ott Köszönöm. lakom a határ mellett, viszont uh, az egy kicsit árosdásodott most így az angol mellett, hiszen sokkal többet használom az angolt, illetve jobban is szeretem, jobban is megy, könnyebben tanulom. Um, ezáltal gondoltam Amerikára, illetve azért uh, így az online-nál van elterjedt ez az, a, ezt így óper kifejezésnek hívják, ami, amiben én gondolkozok, ez az, hogy mondjuk egy családnál akár dolgozok Amerikában, megcsinálom, amit kell, ott élek akár velük, vagy bármi, és, és már mind úgy értem, hogy egy gyerekekkel dolgozok. Um, Hogyha nem, Amerik nem Amerika, mert nem szeretnék esetleg olyan messze menni, vagy valamiért nem jön össze, mert azért Amerikába kiköltözni akár egy-két évre is azért nem egy, egyszerű, nem egy egyszerű dolog. Mindenképpen, tehát így Európán belül, tehát Anglia, nem tudom, én voltam ott kint már többször is, és nekem nagyon tetszett az angol nyelv is, nyilván ott az, az ott jó lenne. Spanyolországban még, még nem voltam, megmondom őszintén, de nagyon vágyom oda. Tehát, nagyon sok pozitívat hallottam már róla, illetve rokonok, barátok már voltak, illetve tetszik is, tehát hogy mindenképp szeretnék okay. egyszer eljutni oda. Annyi pénzt nem lehet összeszedni az ökölvívásból, hogy az akár hosszú időre kitartson? Most azt mondhatom, hogy így fiatalon, 22 évesen meg tudok élni abból a pénzből, amit, amit jelen pillanatban én kapok az a de de ehhez kellett az, hogy, hogy, azért legyen eredmény, amit felmutathatok, illetve az az elszántság és kitartás, hogy csak az ökölvívásnak szentelem az életemet, ez, ez kellett hozzá. Hogy a későbbiekben ez hogy alakul, ez, ez nagyon sok mindent függ. Profi női van van, tehát ö, létezik. Megmondom őszintén, hogy a profi ökölvásár nem nagyon vagyok ö, képbe, hiszen valahogy soha nem, nem foglalkoztatott engem ez, ö, illetve nem is vonz, tehát nem is gondolkozom én abban, hogy esetleg, hogyha az amatőr pályafutásomat abba hagynám, akkor utána uh -huh. elmennék profinak. Ö, tehát jelen van, ismerek is egy párat, hiszen a válogatottból is ment, ö, váltottak páran már a profiakörvívásra. Mm, nem tudom, én az, azt mondom, hogy hogy ez, ez nem lesz az én. Oké, okay. motiváció. Azt írod, gyerekkorom óta a sportnak élek, és mindent erre tettem föl. Az, hogy gyerekkorod óta a sportnak élsz, az többé-kevésbé kiderült. Az, hogy mindent erre tettél föl, az mit jelent? Itt, amíg visszatérve akkor még az előző kérdéshez is, hogy mi az a tíz év, ami, ami kifizetődött, A mm, amíg mások mondjuk iskola után elmentek a barátaikkal találkozni, én addig az edzőterembe mentem, hétvégén, amíg a többiek elmentek szórakozni, én addig versenyre mentem, vagy ugyanúgy edzettem, nyáron, amíg mindenki a családdal mennyeralni, én addig edzőtáborba mentem, hétvégén, vagy akármikor, amíg a többiek bulizni mentek, így már idősebb korban, én azért nem mentem, mert esetleg másnap reggel korán edzésem volt most nem azt mondom, hogy soha nem voltam én még bulizni, meg nem volt ilyen szabad, így szabad időm, de, de a velem egy korúakkal, velem egy korúakhoz képest én, én nagyon, nagyon, nagyon keveset voltam, vagy nagyon kevésszer volt ilyenre példa. Ö, és tehát az, hogy ez a sport mennyi alázott, vagy nem alázott, hanem lemondással jár, itt erre, erre gondolok leginkább, amikor azt mondom, hogy kifizetődött, hiszen az a rengeteg lemondás, okay. amit én felá, illetve dolg, amiket én feláldoztam ezért, akár egy családi nyaralás, mert nem tudtam elmenni, mert nekem inkább táborom volt, vagy, vagy versenyem, az, az kifizetődött, hogy, hogy megérte. Azt, hogy... Igen, ezt külön hangsúlyozod, és nem csak itt ebben az írásban, ez permanensen ott van, ráadásul, ugye hát nekem, én nem voltam élsportoló, sohasem, és nagy valószínűséggel már nem leszek, de voltak osztálytársaim, akik élsportolók voltak, és volt például olyan asztali teniszerző, aki gyűlölt, ha felfedezte a tribuna a családját, mert nem tudom, lehetséges, hogy abba ajta a meccset és kiküldte őket, te nem ebbe a csoportba tartozol. Nem. Sőt, a családod az előszeretettel megy ki a mérkőzéseidre, sőt, ugye, hogy kiderül a veled kapcsolatos írásokból, már amennyiben ez lehetséges, akkor még a szemkontaktust is tartod velük. Így van. Most például az Európa játékokon is így volt, hiszen kiutaztak a, az arra a amikor a kótáért ment a harc, és és tudtam, hogy ott lesznek, de még így is, amikor esetleg be, bemondták volna emet, és bevonultam a ringbe, és pont úgy volt, hogy abban a sarokban voltam, hogyha az edzőmre fordultam, hogy rám adja a fejvédet, én pont ráláttam a, a családomra, és már akkor is rájuk néztem, és és láttam rajtuk, hogy, 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 hogy mennyire izgulnak, és mennyire várják már azt, hogy, hogy nekem ez sikerüljön, ez még adott pluszba egy löketet, és tényleg úgy, tehát mindig, ahogy mondtam már, mindig úgy megyek hogy engem nem állíthat meg semmi, nem érdekel, mi történik, én, én nyerni jöttem, és kész. Viszont akkor ez, ez még így megduplázódott, vagy inkább meg sokszorozódott, hiszen azt éreztem, hogy, hogy most tényleg nincs. Ez kivételesen jó család. Igen, 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 igen. Ez, ez kimondottan egy, egy, jó, család, egy jó, jó családom van. És azt mondjuk, hogy az ember a saját bátyjára mondja, hogy a példaképe, ez pedig szinte már szappanoperába illik. <laughs> igen, és egyébként az elejétől kezdve ez így van, és, és azt gondolom, hogy ez hiába van az, hogy ő már visszavonult. Nekem... Ő sírta el magát a győzelem után. Együtt szokogtunk, de tényleg, de, hogy <laughs> nyilván anyáik is sírtak mindenki, de az a pillanat, amikor a testvérem nyakába ugrottam, az egy, az egy olyan érzés volt, hogy még most is kiráz a hideg, és, és nem tudom, mindig ő volt így nekem a legnagyobb, uh, a legnagyobb támogatom talán ebben az egészben, hiszen ő tudja, hogy mivel jár az egész, mert ugyanezt csinálta végig, ugyanannyit látta, hogy mennyit szenvedek, hogy tudom, hogy ő mennyit szenvedett, és, és, ő tudja, hogy ez, ez milyen érzés, ha valaki felér a csúcsra. Mit tud adni ehhez, ehhez az egészhez egy Te ugye meglehetősen kitartó vagy e tekintetben egy régi stábbal Így van, így van. Rengeteget, tehát nélkülük ez, ez nem is sikerülhetett volna, hiszen ahogy én tíz éve lemondok, minden, lemondtam mindenről, hogy ez sikerüljön, ők ugyanúgy lemondtak, akár még a családról is, és inkább bejöttek edzést tartani, mint hogy a, család, a családdal legyenek otthon. Um, nyilván azt a tudást, ami nekik van, azt próbálják átadni, és, és minden, mindent megadni nekem, hogy, hogy nekem sikerüljön az, ami, amit szeretnék. És igazából ez nem is csak az én sikerem, hanem szintén az edzők sikere is, hiszen ugyanannyi munkát fektetünk bele, mint, már mint ők is, és én is ugyanannyit fektetek bele. Fej, motiváció, ugye azt mondtad a mérkőzést követően, hogy a következő mérkőzésre nem tudtad fejben eléggé összeszedni magad, annyira elöntött az öröm a kvóta szerzés miatt. Így van. Így van. Ez akár hibának is mondható, miközben öröm. Igen. Ez, ez... Azt gondolom, hogy ez volt az első olyan nagyobb sikerem, ami, ami ekkora hatással lett volna rám. Mondd, első a többi sikeredet, vagy ne nekem kelljen? Ö... Mi juniorban voltam Európa bajnoki második, tehát ez is térmes. Azt ez felülmúlja. Bőven, bőven. Ez, ez minden sikeremet. Tehát nyilván annak is nagyon tudtam ott ülni, illetve... Itt... Mi, mit fémjelez ez? Mit, még egyszer, bocsánat. mit fémjelez ez a kvóta? Mit jelent neked ez? Mire adott egy passzust, vagy fogalmam nincs, hogy micsoda? Nagyon sokszor dicsérnek meg, hogy, hogy jó boxoló vagyok, és hogy kimagaslóan jó, és mindig mondják, hogy hidd el, Luca, hiszen ez hit nélkül, ez mm. az nem lehet csinálni. És mindig próbáltam. Hit miben? Hogy higgyek saját magamban, hogy, hogy tényleg jó, amit csinálok, és képes vagyok akár bármire. Dicsérnek? Ezt, igen. De én nem, nem tudom elfogadni a dicséretet, mert mint, hogy ez most így hülyén hangzik, hogy nem tudom nem, elfogadni. Nem, ismerem. De, de nem tudom egyszerűen el, vagy hogy el is meghallgatom, de nem tudom befogadni azt a dicséretet, hiszen próbálom elhinni, és, és és próbálom tényleg megérteni, hogy miért mondják ezt, és én is látom, hiszen tényleg jönnek a sikerek, de, de mégis nehéz elfogadni, és, és így, hogy ez sikerült, így, így elgondolkoztam azért rajta, hogy, hogy valójában, való, valójában, egy jó boxoló vagyok, és, és hogy visszaigazolódik, amiket mindig így mondtak az évek során, viszont még most sem érzem magamban azt, hogy én úgy százszázalékosan el tudom fogadni azt, amit ők mondanak, próbálkozom, és, és nyilván nagyon sok erőt ad az, hogyha megdicsérnek, de, de ezen még dolgoznom kell, ezért is mondtam még a legesleg, hogy el, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy nincs pszichológus, sportpszichológus, de azt gondolom, hogy egy, egy, egy szak, szakember segítségével ez, ez, sokat tudna változni. Azt mondod, egy éven van Párizsig, ezt már máshol, a fejemben már megvannak a tervek. Mivel a kapcsolatban? hogy hogyan fog el, el vagy hogyan fog alakulni ez a, az egy év. Tehát nyilván Most már nincs is egy év. Már, már nincsen, igen. Ö, nem is az, hogy mondjuk esetleg melyik versenyre fogok menni, hova fogok menni, mit fogok csinálni, hanem inkább a hozzáállásomat képzeltem el. Például snowboardozni nem fogsz elmenni, nehogy megsérülj? Például. Ezt mondjuk lehetne mondanám, hogy nem megyek el, de, de tudatosan. Hol van jó snowboard pályán? a kőszeghez közel van Ausztria, mi általában Szemeringre szoktunk menni, ott van egy nagyon, nagyon klassz snowboard, illetve a de Nem nehéz megsérülni. Nem, nem. főleg, tehát én egy olyan típus vagyok, aki biztos, hogy ha egyjuk van az úton, akkor én abban biztos belelépek, és kitöröm a bokámat, tehát hogy azért nem vagyok De nem ezt. fognak eltiltani téged idén nyára, vagy idén télen? <laughs> Lehet, hogy ha ez majd szóba jön, akkor megmondja az edzőm, hogy nem, maradj otthon és ezt tényleg át kell gondolni, hiszen most azért már nem egy... Mi, Mik nem... vannak még a fejben? A, erre az egy évre előre tekintve? Tudod-e az, hogy a tested mire képes a tekintetben, hogy erősebb legyél? Hogyan lehet megtartani a súlyt? Nem értek, egyik ez, 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 nehéz, hiszen azt a formát, amit én az európai játékokra sikerült hoznom, és azt az összeszedettséget, azt a magabiztosságot, hiszen ott, mind, az, ott azt éreztem, hogy nagyon egybe vagyok. Mikor lett volna a legközelebb alkalom kótát szerezni? Jövő februárban lesz, talán február-márciusban lesz a világ az első világkvalifikáció. Igen. Összesen hány eseményből tud összejönni egy ilyen, vagy nem? Három. Most volt az Európa játékok, de az nem sok. és még lesz kettő világkvalifikáció. Ez könnyű, tehát akkor most ezt ez tekintett volt, benne. Azt mondják, hogy ez volt a legkönnyebb, ez az Európa játékok, hiszen itt csak európai ország, országok voltak. Világkvalifikáción ott mindenki ott lesz. A formaidőzítés, amit szintén, ez. ugye én, én, csak, én például nem úgy, de én egy beszélgetést, amikor elkezdődik, Átalakulok. Nem pontosan úgy, mint te a ringben, de most nem is én vagyok a főszereplő. A formaidőzítés. Az hogy megy? Az a legfontosabb. Tehát ö, én azt gondolom, hogy az edzők, a válogatott edzők, illetve az otthoni edzőim ezt már év tudták, hogy, vagy akár már a múlt évben tudták, hogy a legfontosabb esemény az az Európa játékok lesz ebben az évben. És abban biztos vagyok, hogy a januártól elkezdve már úgy rakták össze az edzést, az edzést tervet, hogy akkor júniusban jöjjön ki a, a tehát a De te a azt érzed? Hogy most érez, Igen, most éreztem. Tehát, mondhatom, hogy én ilyen formában még nem éreztem magamat, mint azon a versenyen. Fizikálisan és fejben is? Mindenhogy. Tehát ott tényleg így nagyon egybe voltam. Jól éreztem magamat, jó voltam. Mi a, a a, mi a helyzet a kilókkal? Az is éppen, tehát annyira... Neked annyira... kell küzdeni? akkor nem, az európai játékokon nem kell, tehát ugye 66 kiló boxoltam, és 65 kiló voltam végig, úgy, hogy szinte még vacsorázni is tudtam mérkőzés előtti nap, és ez azért, ez azért egy nagyon nagy jó dolog. dolog, egy, ez egy nagy dolog így a, egy boxolónak a, a, az életében, hiszen... Ökölvívó. Ökölvívó, így van, bocsánat. Uh, tehát ez egy nagy dolog. És ott, ott még a súlyom is olyan jól beállt, hogy, hogy tényleg nem kellett még a fogyasztásért Fogyasztással sem szenvednem, nem okozott az problémát. Tehát tényleg így szó szerint nem tudok olyan mondani, hogy esetleg ne állt volna össze a kép, hogy ne, ne lett volna jó. Jelenleg még elevenen él bennem a pillanat, amikor az Európai Játékokon kihirdették az eredményt, és megszereztem az olimpiai indulási jogot, ez ugye arra a kérdésre választ. Most mi az első gondolata, ha azt mondom, 2024 Párizs. Ezt az érzést viszem magammal, soha nem fogom elfelejteni. Megvan? Meg, Még ez? Milyen? Leírható? Nem. nem. <laughs> Szaga van, íze van? Minden, minden is. Tehát, De szóban nem öthető. Nem, nem tudom. Egyszerűen azt ott, azt ott nem. Ott három másodperc alatt, vagy öt másodperc alatt leforgott az, az elmúlt tíz évem körülbelül, és leforgott bennem a, a következő egy évem is már. Tehát, és már láttam abban a már pillanatban. 23 éves, hogy. <laughs> Igen, már ott láttam magamat az olimpián abban a pillanatban. Amikor megfolyák a kezedet. A bármikor gyó? is, igen, bármikor is tudod, hogy kit fog felevelni? Azért érezhető egy mérkőzésen, hogy, hogy esetleg sikerült -e dominálni a mérkőzésen, vagy sem. Tehát az nagyjából lehet érezni, de vannak szoros mérkőzések, ahol ugye nem, illetve nem lehetünk benne biztosak egészen addig, amíg tényleg fel nem emelik a kezemet, hiszen, hogy említettem, volt olyan mérkőzés, ahol azt hittem, hogy simán én nyertem, és mégis a, a másiknak a kezét emelték fel. Bárki kimondja, hogy Párizs 2024 libabőrös leszek, és olyan motivációt érzek magamban, hogy már most mennék is edzeni. Azért fogok mindent megtenni, és ez lett a célom, hogy az első olimpiámról éremmel térjek haza. Akár itt most felpattannál, és elmennél edzeni? Kimegyek, itt futok egyet, itt Pest <gül> <gül> Ennyire. Igen. Nem mondom, hogy ez az elkövetkező egy évben így lesz, hiszen mindenkinek vannak azt gondolom az életében, illetve az edzések közötti a holtpontok és én is tapasztaltam már, ahol egy kicsit nehezebben indul el az edzés, illetve nehezebben veszem rá magam bármire, viszont ha eszembe jut az, hogy én miért is dolgozom, akkor... akkor ott Ez jön. munka? Hmm. Nem. 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 Ahogy beszélsz, abból az következik, hogy nem. Nem. Ugye azon szerencsések közé tűnsz tartozni, akinél hobbi és munka, szórakozás az egy és ugyanaz. Igen. Ritka mászlista vagy. Ezt azért gondolok a bátyád a vezet... is ilyen volt? Igen, szerintem igen. Én és a az én apát mint veterán? Hmm... Mm. <laughs> Apa egyébként, ő, tehát a 25 év vendéglátásban ő a munkára kért. Tehát oké, okay, hogy mellette csinálta a birkózást, illetve egy zonap, mai napig minden nap, akár kétszer is, de ő rajta látszott, hogy ő a munkájának él, és imádta azt, amit csinált, hiába dolgozott rengeteget, de nála ez teljesen más. Viszont nálunk, nálunk én azért is gondolkoztam ezen a kérdésen, mert ezt kétféleképpen is lehet érteni, ezt a kérdést, hogy nekem ez a munkám -e, és, és úgy fogom fel, mintha munkám lenne, vagy, vagy éppen, hogy élvezem, oké, hogy a munkám, de nem úgy fogom fel, mint Tehát, hogy én ebből élek, ez a munkám, igen, viszont én nem úgy fogom fel, mint, mint, mint hogyha nekem Értető. ez munka lenne. Ha megismerkednek veled, és megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, mit mondasz? a jó vagyok. Az első mondat az, hogy nem is, nincs is eltölve az orrod, vagy hogy hú, vagy mit mondanak. Nem is látszik az arcomon, vagy nem aféltem -e az arcomat, ezek az Van ilyen olyan, szokott. aki egyébként ezt úgy veszi tudomásul, mintha azt mondanád, hogy asztalos vagy, tehát, hogy semmit nem mond? Nem, vagy nem, nem igazán szokott. Tehát aki ismer, ő ő már tudja, hogy. Jó, azt tudja, de. de aki idegenben, ide... nem, nem, nem. nem az olyan nincsen. Zavar? Még nem találkoztam. Zavarni nem zavar, azt nem szeretem, amikor elmondom, hogy ez van. Megkérdezik, hogy de nem félsz, nem, és akkor azt mondom, hogy nem, akkor utána még ezt folytatják, hogy de lány vagy, de a szép arcod, de ez, de az, hogyha én azt mondom, hogy nem, akkor, akkor, akkor nem. Visszatérünk egy korábbi kérdéshez, um, és el kell mondani, hogy nagyon örülök, hogy megismerkedtünk, és remélem, hogy ez legalábbis ezt a szituációt, illetve kölcsönös, hogy um, szalonképesen próbálom föltenni, de csak azért is minél nehezebb, minél többet futok neki, annál rosszabb. Tehát egyszerűen kérdezem most már, ha ezek után egyáltalán létezik ez, hogy ami működik a ringben, ott van egy belső erő, egy motiváció hiány, ami ugyanezt nem tudja előidézni a civil életben. Konkrétan, ha visszakérdeznél, megűs valakit. A civil életben. Igen. Nem, ilyen nem. nem is volt, tehát még nem volt ilyenre példa, és, és nincs is. Tehát hogy azt gondolom, nem is lesz, ugye, kivéve a ház önvédelmét. Ez tiszteljük. Igen. De ugye. Került rá Másor? Nem, más. nem szerencsére. Ö, ugye, mint. egy letiltás? Mármint? Hogy nem mozdul a kéz? Vagy nem is fordul elő nem, ilyen helyzet? Nem tudom, nem fordult még elő ilyen helyzet, hála Istennek, remélem nem is fog, hogy esetleg nekem ilyen, ilyet kell csinálnom. Nem tudom, hogy, hogy reagálnék egy olyan, olyan helyzetbe, hogy esetleg kijönne az, ami a ringbe kijön, vagy nem, vagy éppen nem. De egyébként, tehát hogyha ilyen van az utcán, vagy bármi, én azt inkább így nagy évbe elkerülöm, és inkább elmegyek egy másik irányba, hiszen nem tudom, nem tudhatom, hogy mi történik, és és nekünk ugye ebből problémánk is lehet. Tehát nekünk az utcán a kezeink azok fegyvernek minősülnek, mivel hogy válogat, vagy élsportolók vagyunk és ökölvívók. Tehát mi, hogyha esetleg megütnénk valakit az utcán, abból azonnal, azonnal egy eltiltás lenne, nem, nem, nagyon kéne többet válogatott közelében mennem. Motiváció, létezés, a gyerek, külföld, itthon, Mennyire foglalkoztat téged, vagy mennyire van időd arra, hogy foglalkoztasson, mint az, ami a világban zajlik? Vagy mindaz, ami a világban, vagy hogy itt van Hámorú Luca, aki megtanulta azt, hogy mi az, ami eltereli a figyelmét, ezért azzal nem foglalkozik, független attól, hogy mennyire csábítja. Vannak nehéz pillanatok, amikor, amikor nehéz kizárni a külvilágot, de most azt mondom, hogy ha egy, elmegyek egy versenyre, akkor ott teljesen. Tehát ott annyira ki kell zárnom a, a külvilágot, hogy, hogy, hogy szó szóval szerint szóval teljesen. Tehát ha van egy mérkőzésem, aznap én nagyon nem is telefonozok. Legalábbis nem nyitom meg a Facebookot, nem megyek sehova, mert, mert van egy-két olyan ember, aki akár csak egy üzenet elég, vagy egy szó elég arra, hogy nekem elrontsa az egész napomat, vagy elrontsa azt, hogy én most itt milyen formában vagyok. Tehát akkor ezt itt teljesen kizárom. Amikor itthon vagyok, akkor, akkor próbálom ugyanúgy, vagy próbálok ugyanúgy foglalkozni a külvilággal, de mellett úgy megtartom azt, hogy a saját kis dolgokat... Mikor valaki... voltál utoljára étteremben? Étteremben? Ö... Egyébként most hétvégén tehát versenyről hazafelé jöttünk, és... Helyes. Mikor voltál utoljára a moziban? Fú, hát ott, ott régen. Azt, azt, nem tudom. Mikor voltál utoljára a koncerten? Hmm, hát koncerten talán évelején nem, nem vagyok benne biztos. Valahogy, igen, évelején voltam. Mikor voltál utoljára bulizni, amikor hajnali kettőkor feküdtél le? Az az Európa játékok után ott, ott akkor volt meg, egy... akkor, akkor megengedted. Igen, <laughs> ott volt egy olyan ilyen a politika, mint olyan, az bármilyen módon is foglalkoztat téged, vagy azt igyekszel magadtól távol tartani, miközben a te életkorodban már azért egy választás biztos, hogy volt. Nem tudom, hogy ez, ez jó dolog, vagy sem, de én ebből itt teljesen próbálok kimaradni, és, és nem igazán foglalkozzak ezekkel a dolgokkal, a köz... amennyire, csak amennyire muszáj. A közéleti dolgok, hogyha van valamilyen kérdés, ami foglalkoztatja a társadalmat, és most szándékosan nem mondok példát, és te, neked felemlítik, akkor könnyen lehetséges, hogy te azt mondod, hogy nem tudsz hozzá szólni, mert nem is hallottál róla? Könnyen lehetséges. És nem lehetséges. érzed azt, hogy ezáltal valamiből kimaradtál volna? Nem. És nem. ugyanakkor nem is hárítás a részedről? Nem. nem. Ha azt kérdezem tőled, hogy... Ma ugye szerda van. Igen. Hogy mi történt kedden a Magyar Ökölvívó Szövetségben, akkor azt tudod-e? Valamilyen szinten, tehát egy... Nyilván most a mostani időszakban ö, elég sok minden történik a magyar ökrövivós szövetségben, ezért így nyilván mindenki képbe van nem teljesen amennyire muszáj, annyira igen, de egyébként így is próbálom magamat ebből az egészből kizárni, hiszen azt gondolom, hogy ami ott folyik a szövetségben, az nem a versenyzőknek a dolga. Nyilván érinti a versenyzőket is, hiszen a mi főnökeinkről, illetve a mi. A én kértem tanácsot, mert voltak problémák velem, hogy én ezt megkérdezhetem, vagy uh -huh. sem, és az a válasz jött mindegy, hogy kitől simán. Egyébként is megkérdeztem volna a nagy valószínűséggel, de kivételesen ilyen nagyon ritkán kerül sor. Megkérdeztem. Én, én a magam módján bokszoló vagyok, igyekszem nem szemfer ü, szakadásokat előidézni, de nem vagyok egy békés minden szempontból. Szeretem az igazságot kibontani, megtalálni, kiásni. Ez az én területemen az emberek nem adják önként, ahogy egyébként neked se adják önként azt, hogy győzzél. És azért az hogy lemondott a hazai szövetség elnök és a teljes elnökség, egyben ezt azzal magyarázzák, hogy ez a rendszerváltás elhozhat egy tisztulást, és ennek a folyamatában a tisztulás az önmagában ugye egy olyan dolog, mint hogy egyébként most az nem lenne. A pénzt igazságos, objektív alapon kell elosztani, a hasznosság elve alapján, de jelenleg ez az elnökségben nem érvényesül, mondja az a lemondó elnök, aki egyébként az új elnökségért indul, akit én nem ismerek, viszont te ismersz, versenyeiden is ott volt. Nem kell, hogy állást foglaljál. Nem, nem is szeretnék. Tehát, ö... Olyan véleményed, amit egyébként megtartasz magadnak, és nekem nem mondod el, azért olyan véleményed van? Erre is csak annyit tudok mondani, hogy, hogy még a mai napig próbálok én ebből teljesen, nem is az, hogy teljesen kimaradni, de amennyire lehet. Én lehet? Száz százalékban nem. Százszázalékban nem lehet, én az Hiszen gondolom. amit ők látnak, azt te is látod? Így van, így Elvileg van. az ember azt gondolna, hogy eljöhet egy pillanat, amikor azt mondja Hámról utca, hogy szólok. Nem az én dolgom, de nem tetszik. Hülyeséget mondok? Nem, 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 ez, ez így van, tehát megtehetném, de, de ha már én ezt megtenném, azzal belefolynék ebbe az egészbe. És én ettől magamat is szeretném megvédeni, a saját karrieremet is szeretném ettől megvédeni. Okkadályt képezhetne? nem tudom. Tehát nem, 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 tudom, de, de lehet, igen, lehet, nem. Én ezt szeretném teljesen De nem olyan, mint előzni. a béka. Nem. 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 Konfliktus kerülésnek nevezzük inkább, vagy kudarc kíméletnek, vagy... Hát... Konfliktus kez, vagy kerülésnek semmiképp nem nevezném, hiszen kudarc nem... Kudarc optimalizálásnak? Inkább, akkor ez, inkább legyen ez. Tehát én azt nem gondolnám, hogy nekem ebből akár lehet konfliktusom is, ha esetleg csak az miatt, hogy ha őszinte vagyok, vagy, vagy, bár. Teljesen értettem. Azt árul el nekem, abban a sportában, amiben vagy, abban hány éves korban teljesít az ember a legjobban? Szerintem ez a... Tehát, hogyha valaki időben elkezdi, mint én, Igen? Fel, akkor, van egy ilyen 24-25 éves. Jó, akkor elvileg még egy olimpia beleférhet. Még bele, igen. Ám leszel 27, 28. Az, amit a sport megad, és ami, mint kiderül, nem edző leszel, vagy legalábbis most azt gondolod, az a motiváció, az a sikerélmény, tudod, hogy mit, miért és hova vezet, az ott van -e a fejedben, hogy most valami olyan dolog, dob föl, valami olyan dolog motivál, valami olyan dolog foglalkoztat, és szándékosan kerülöm, hogy ez mondjuk függőségnek lehessen nevezni, mert az ugye negatív. Tehát keresem azokat a jelzőket, amelyek mind pozitívak. Akkor, ha ezt abba hagyod, úgy fognak eltűnni az életedből, mint hogyha egyébként valamit kivágnának belőled, hiszen a helyére az, amit ez okozott, hogy más területről befog e tudni épülni, hát azt majd meg fogod nekem mondani, ha én még életben leszek, és eltelik x év. De érthető az, amit én mondtam? Igen, igen, igen. igen. Érthető. De látod azt a boldog Lucát, aki egyébként ezt nélkülözi, de egyenértékű azzal, aki kívánom neked, hogy a legjobb eredményt érjél el Abszolút. Párizsban. Abszolút. Azt, azt mondom, hogy azt, amit a sportod, azt nem tudja pótolni semmi, viszont azt gondolom, hogy az nélkül is boldog életet fog tudni élni a pályafutásom vége után is. Már volt, hogy azt hiszem a Peklertől kérdeztem, hogy mit kell kívánni. Valamit mondott, már nem emlékszem, de azt nyilvánvalóan hogy kívántam azonnal. Neked mit kell kívánni? Én, amit kérnék, hogy kívánja, akkor legyen... Kabala a... van-e? Kabala állat van. 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 Az veled lesz. <laughs> Velem lesz, igen. Én egy, egy sérülésmentes felkészülést és olimpiát szeretnék kérni, mert az, hogy sok sikert, az, az ez nem a sikerem fog múlni, sok szerencsét, nem is a szerencsén, kéz és lábtörést, ez természetes, de akkor ezt nevezzük úgy, hogy sérülésmentes felkészülést. Kívánom, és nagyon aktívan fogom követni azt, hogy mi történik ott majd. Nagyon veled. szépen köszönöm. Én köszönöm, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm.